A magyar gazdasági növekedésről festett borús képet az egyik osztrák elemző cég szerintük 1%-os zsugorodás várható, és az uniós források is tovább késhetnek. Ezzel szemben idén 1,5%-os GDP bővülésre számít a magyar kormány. Tavaly az 5. leggyorsabb gazdasági növekedést érte el Magyarország az Európai Unióban 2022 harmadik negyedéve során. A GDP bővülési dinamikánk meghaladta a 4%-ot. Ezzel összhangban hazánk növekedési többlete az eurozónával szemben elérte a 2%-ot. De lássuk, hogy mi van a számok mögött. Fábián Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, György László a vendégem, gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a bizonyos szervezet, ez a Vienna Institute for International Economic Studies, ő azt mondja, hogy komoly esély mutatkozik az uniós források csúszására. Ez a komoly esély, ez milyen gazdasági kategória? Nem vagyok közgazdász, jogász vagyok, csak ez a komoly esély. Megállapodtunk az Európai Unióval a forrásokhoz való hozzáférésről, a partnerségi megállapodás és az Európa újjáépítését, az európai gazdaság újraindítását szolgáló forrásokról is megállapodtunk. A piacok is így értékelik ezt, ez látszik a forint árfolyam erősödésén is. Azért nagyon fontos az idei gazdasági kilátásokról beszélnünk, és azért nagyon fontos helyre tennünk azt, hogy milyen év vár ránk idén, mert az, hogy milyen év vár ránk idén, az alapvetően a várakozásokon keresztül befolyásolja a piaci szereplőknek a cselekedetét is. Gondoljon abba bele, hogyha az emberek bizakodóak a jövővel kapcsolatban, a saját jövőjükkel kapcsolatban, akkor bátrabban vásárolnak. Hogyha a vállalkozások bizakodóbbak a jövőjükkel kapcsolatban, akkor bátrabban ruháznak be, és hoznak létre olyan kapacitásokat, amely működteti a gazdaságot. És nagyon fontos azt tudni, hogy nem csak Magyarország kormánya vár idén 1,5%-os növekedést, hanem a fejlett országokat tömörítő együttműködési szervezet, az OECD is 1,5%-ot vár, a Nemzetközi Valuta Alap, amely pedig általában kritikus a magyar gazdaságpolitikával szemben, 1,8%-ot vár idénre. És még az Európai Bizottság is növekedést vár, ezzel szemben áll az Osztrák Gazdaságkutatóintézetnek a 1%-os zsugorodásra vonatkozó előrejelzése, amit helyre kell tenni, mert hogyha a médiában ez túlságosan nagy levegőt kap, vagy túlságosan nagy nyilvánosságot kap, akkor rossz irányba tudja a piaci szereplők várakozását befolyásolni, miközben a magyar gazdaság alapjai, fundamentumai, azok rendben vannak, és lehetőséget teremtenek arra, hogy ma és ebben az évben is a magyar gazdaság növekedjen. Érdekes kérdés lehet, bár inkább ezt az osztrák cégtől kellene megkérdezni, hogy vajon mire alapozták ezt a feltételezést? Azt gondolom, hogyha megnézzük, hogy egy OECD vagy egy IMF mekkora elemzőgárdával rendelkezik, vagy egy magyarországi kutatóintézet, mint például mondjuk a Makronóm Intézet, milyen közelségben van ahhoz a környezethez, amiben működik, akkor valószínű, hogy ők valamilyen információhiányban lehetnek. Hát ha valaki figyelemmel követi a magyar gazdaságpolitika alakulását, akkor látja azt, hogy a magyar vállalkozások megtámasztására közel 3000 milliárd forintnyi kedvezményes hitel és tőke konstrukció áll a 2023-as évben rendelkezésükre. Ha valaki közelről figyeli a magyar gazdaságot, akkor tudja jól, hogy az elmúlt 3 évben a magyar beruházási ráta 27% körül alakult, miközben az Európai Unió átlagában 22, a visegrádi vetétársainknál pedig 20% körül alakult. Márpedig a jelen beruházása az a jövő növekedése. Vagyis az elmúlt 3 év magasabb beruházási rátája az Magyarországot abba a helyzetbe hozza, hogy nagyobb növekedési potenciállal áll a válságos nemzetközi környezet ellenére a jövő irányába. A beruházások alakulása hogyan viszonyul ezekhez az adatokhoz, amelyek például az OECD, az önök által, most nem az osztrák kutatóintézetre gondolok, hanem az ön által felsorolt olyan adatokra, amelyek egyértelműen növekedést vetítenek előre. A Makronóm Intézet és más elemzőházak is azt valószerűsítik, hogy az export növekedése fogja tudni húzni idén a magyar gazdaságot. Ez azért van, mert a magas beruházási rátának köszönhetően újabb és újabb export versenyképes kapacitások állnak munkába. De ha a Mercedesnek jól megy, ha az Audinak jól megy, hogyha Magyarországon működő
elektromobilitás támogató járműipari cégeknek jól megy, akkor jól megy az ő beszállítóiknak is, és jól megy azoknak a katásvállalkozóknak vagy mikrovállalkozóknak, akik ezeknek a cégeknek a környezetében vannak, és az általuk foglalkoztatott dolgozók igényeit szolgálják ki, akár pedikűrösként, akár fodrászként, akár kiskereskedőként. Így működik a gazdaság, és mindenki azt feltételezi, hogy az export lesz képes meghúzni a magyar gazdaságot elsősorban 2023-ban. Ez abból is következik, hogy már 2021 őszén is rekordokat döntött az ipar megrendelés állománya Magyarországon. Akkor viszont óriási feszültség volt a világgazdaságban, az ellátási láncokban. Nem érkeztek mikrocsippek, félvezetők ahhoz, hogy a magyar ipar ki tudja elégíteni a megrendelés állományát. Ez a megrendelés állomány 2022 őszére még ötödével, vagyis 20%-kal növekedett. Tehát egy hatalmas megrendelés állománnyal áll szemben a magyar ipar, és ez fogja tudni húzni a beruházásokat, a magyar gazdaság növekedését 2023-ban, valamint a beruházásokat. Végszóra nagyon sok elemző azt mondja, hogy az elmúlt években Csehország, Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Törökország, Montenegro, Szerbia és Litvánia volt a legellenállóbb, sőt ellenállóbb volt a különböző gazdasági hatásokkal szemben, mint azt várni lehetett. Én azt gondolom, hogy itt, ahogy a gazdaság történeti távlatból picit távolabb kerül a koronavírus, és egyre több adatot tudunk majd meg az egyes gazdaságok válságkezeléséről, akkor meg fog mutatkozni az, hogy a magyar koronavírus gazdaságvédelem az nagyon sajátos volt. A magyar gazdaságvédelem a munkahelyek védelmére, új munkahelyek teremtésére és a beruházás ösztönzésre helyezte a hangsúlyt, szemben a dominánsan segély alapú megközelítésekkel, és ez a mi versenyelőnyünk 2023-ban és 2024-ben az elrugaszkodás évében. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást.